Jó van. Gondolkozzunk, még nincs minden veszve. Van esélyünk. Cooker, hozz már egy kancsó kávét, hosszú éjszakánk lesz. Ne sértődj meg, de ezt most kihagynám, és megmondom, hogy miért. Emlékezz vissza, tegnap is ittál kávét, és holnap is fogsz inni. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem vagyok én Málhásza már, aki városról városra üget, kávébabos zsákokat cipelve, hogy ti ébren maradjatok. Gyerünk, srácok, gondolkozzunk. Ki kell találnunk valamit. Itt egy nagy ötlet kell, ami megmenti a műsort. Junior, mondj valamit, te új vagy a csapatban. Ha? Hú -hú. Hé! Hey. Hey. Jaj, bocs. Mi az ott a szemeden? Ó, oh, jó. igen. Tudom, ez nagyon fura. Olyan, mintha nyitva lenne a szemem. E, tegnap egy kicsit befüveztem, és... Ó, basszus, egy pillanat. Szóval tegnap csúnyán befüveztem, de nem volt frankó a cucc, úgyhogy elballagtam egy tetkó szalomba. Ott csináltattam ezt a szemtetkót, hogy ne legyen feltűnő, amikor beálljulok. Ha egy híresség lenne a műsorvezető, attól nőne a nézettség. Tényleg, ez nagyon jó ötlet. Felkérhetnénk mondjuk Jack Nicholson. Simán! Ott lakik Hollywoodban a fickó. Volt egy dinka haverom, aki állandóan odaszart a kukája mellé. Tudod, Dagi Johnny? Powers. Ja, te ismered őt. Igen, <laughs> jó fej. Együtt zuhanyoztatok. Leesett a szappan, mi? Kis kancsó. Dehogy, még csak... És mi lenne, <laughs> ja. ha... Emlékszem, annyit bír zabálni az a csávó, hogy beszarás. Franco egyszer láttam, hogy megevett egy egész macskát. Nagyon komoly volt. Csúri macsek nem értette, hogy mi van. Vagy legúzta volt, nem macska? Pete. Igen? Bill Colhoun jött hozzád. Remek, mondd meg, hogy rögtön megyek. Ez az. Jól van, fiúk, jól haladunk. Csak így tovább. Ki a fene az a Jack Nicholson?